Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat. Ez itt az Ablak Japánra podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban, és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janagisawa Gyöngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japanológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyiss ablakot a világra, és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged, és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Köszöntelek, kedves hallgatóm! Az első részben a japán fiatalok kapunyítási pánikjáról beszélgettünk, a munkahely, párkapcsolat és családalapítás hármasát illető félelmekről, és hogy egyáltalán mitől szorong a mai japán fiatalság. Ellentétben a mainstream híreivel úgy tűnik, hogy a japán fiatalok igenis akarnak változtatni a munka és családalapítási viszonyukon és feltételeken. Meghallgatják szüleik véleményét, de már ők maguk akarják kézben tartani a sorsukat és dönteni a saját jövőjükről. A Covid-válság Japánban is nagyban átformálta a fiatalok életét, többek között a munkakeresés módját és lehetőségeit. Mindennek van persze pozitív és negatív szegmense is. A túlóra kérdése, ez az örökzöld téma Japánnal kapcsolatban, tehát ez a kérdés is szóba került, persze, gondolva arra a tényre, hogy Japán előregedő társadalma az első talán a világ ranglistán, megspékelve azzal, hogy jelenleg a születési ráta, azaz, hogy egy nőre élete folyamán átlagosan hány gyerek jut, Japánban 1,3, Magyarországon ez a szám 1,48. Ami jóval alacsonyabb a szükséges 2,1-nél, ami a stabil népességszámhoz szükséges lenne. A fiatalok kénytelenek kivárni. Amíg a régi, kőfejű generáció, az OBN, vagyis az Old Boys Network le nem köszön ahhoz, hogy valóban változások álljanak be. A fiatalok tudatában vannak, hogy a munka sikerét már nem a ledolgozott órák számában, hanem teljesítményben kell mérni. Ugyanakkor a japán munkavállalási rendszer nem ad üres teret ahhoz, hogy valaki például külföldön is kipróbálhassa magát, munkát vállaljon egyetem után, és tapasztalatokat gyűjtsön. A japán vállalatok még mindig a 60-as, 70-es évek modelljéhez ragaszkodnak. A négy diák lány mesélt magyarországi élményeiről is, az ösztöndíj előnyeiről és hátrányairól, és hogy mennyire érdekli a japán fiatalokat a külföld. A nyelvi megértés falait még mindig döngetni kell, és még mindig ott lapul a háttérben az a megkövesedett vélemény, hogy Japán egy szigetország, és emögé el lehet bújni, ha valakit a külföld iránti nyitásról kérdezünk. A japán fiatalok is épp olyan buborékban üldögélnek, ahogy a magyarok. Tisztelet a kivételnek, és ami az én fülemet különösen megütötte, azoknak a diákoknak, akik ösztöndíjjal külföldre mennek, szinte garantált a perspektíva nyitás, a szemléletváltás, és még egy, találkozhatnak más ázsiaiakkal, megismerhetik egymást közelről egy olyan semleges környezetben, azaz Magyarországon, ahol egyikük sincs odaláncolva a saját országa által állított követelményekhez és tradíciókhoz. Meg és kiélhetik magukat úgy,
amilyenek valójában. Kedves hallgatóm, ha nem hallottad volna az első részt, hallgasd meg feltétlen, a podcast leírásban megtalálod hozzá majd a linket. És most pedig következzen a folytatás. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig Janagi Szava Gyöngyi, és akik ma ezen az ablakon benéznek, Naskimika, Nishikawa Saki, Hasebe Naoko és Kawanishi Momoko, az Ószaka Egyetem magyar szakjának 5. éves hallgatói. Következő kérdés egy kicsit más, egy kicsit most így eltávolodunk. Ugye arról beszélgettünk, hogy ti fiatalok munkát kerestek, stb. Stb. Mikor érzitek igazán magatokat felnőttnek? Mikor mondjátok azt, hogy hát én már felnőtt vagyok? Szerintem egyetem után, ha keres önállóan, keres pénzet önállóan, akkor érezem, ha már felnőtt vagyok. De, bocsáss meg, egy kérdés. Ugye például az egyetemi évek alatt, amikor munkát válasz, ilyen alkalmi munkát válasz, akkor is keresel pénzt, és akkor nem érzed azt, hogy hát én már felnőtt vagyok? Én nem, mert arvéret is sok pénzet már anyuka fizett. Amikor kezdem a munkát, ha valami fontos dolgot dönteni kell, csak én gondolat... Te döntesz valamiről, csak te döntesz, akkor érzed magad felnőttnek. És az egyetem bejelentés után egyedül lakom már véletlen, és akkor úgy érzem, hogy egy kicsit felnőtt lettem, mert minden házi munkát végülteni kellett, és hivatalos helyen vagy közéletben én lehet dönteni, nem muszáj egyezést egyeztetni hozni. Szülőkkel. Igen. És én a véleményet számít. Ez felnőtt japánul otona, ugye? Így van. Igen, és szóval akkor én felnőtt vagyok, de még nem vagyok sakaijin. Tehát akkor két fogalmat különböztetsz meg. Az egyik a felnőtt szó, mint 18 éves vagy 20 éves lett, tehát amikor meghatározzák, hogy felnőtté váltál. A másik pedig az, amikor a társadalom azonos tagú részévé váltál, igen, tehát egyenrangú részesévé váltál. Akkor felnőttként egyszerűen csak a papír szerint érzed magad, hogy azt mondják rád, hogy te már felnőtt vagy, ugye? Tehát otona. Igen. És akkor mikor érzed te magad felnőttnek, vagy hát így egy sakaijinnek? Amikor megyek moziba. Amikor mész moziba, igen. És felnőtt jegyet vennem kell, akkor írtam. Mert felnőtt jegyet. Ennyi csak a felnőtt érzésed? Csak egy példa volt. Ja, ez egy példa volt. De én arra vagyok kíváncsi, azért kérdezem, hogy ti mi alapján mondjátok magatokra azt, hogy én már felnőtt vagyok? Szerintem például szabadás is. A szavazással kapcsolatban, hát erre azért majd még visszatérünk egy picikét, de előtte én megkérdezném, hogy szerintetek a szüleiteknek volt könnyebb, amikor ők fiatalok voltak, vagy nektek könnyebb most, vagy nektek nehezebb most boldogulni az életben, ti vagytok sikeresebbek inkább, vagy a szüleitek voltak sikeresebbek? Például én most szeretnék mondani a szerelmes. Ez nagyon könnyebb volt végigkorban, szerintem ez jó. Ez a szerelmes, ez szabad volt. Szabadabb volt, mint szabadabb most. Volt. Most nehezebb szerelmesnek lenni? Szerintem igen. A régi korban sokkal könnyebb volt, mert személyesen tudtunk beszélni,
De most sok SNS, fajsi parami olyan online dolog, Facebook, ezért mindenki így gondol, majd utána chatten beszélünk, nem személyesen, nem most, hanem máskor mindig tudunk beszélni. Ezért régi korban sokkal könnyebb, vagy jobb volt szerintem. Régen mi volt még más szakiszám? Múltkor lehet, hogy olyan időszak volt, hogy nehezen munkát találni Japánban. Régebben nehezebb volt. Nehezebb volt? Ez mikor Nehezen. volt nehezebb munkát találni? Hát mondjuk a háború után volt. Háború után nehéz volt, de aztán már egyre könnyebb volt, nem? 1909-ben egy év után, bubble A buborék gazdaság összeomlása után. után. És ráadásul, ahogy Naoko mondta, könnyebb volt az emberekkel kapcsolatot építeni. Mi koronaválság miatt nehéz az emberekkel találkozni, és nem tudunk érezni, hogy találkozunk valahova. Találkoztok valakivel, elmentek valahová. A munka szempontjából, és ez lenne így most az utolsó kérdés ezzel a témával kapcsolatban. A munka szempontjából a szüleiteknek szerintetek könnyebb volt? Lehet, hogy jó, ha egy cégen érő végig dolgozhat, de napjainkban tudunk különböző lehetőséget választani. Ez inkább nekem jó. Nekem a szüleim mindenkit kórházban dolgozik, ezért nem cégen, de azt hallottam, hogy kórházban is most nagyon alacsonyabb lett a fizetés, ezért nagyon nehéz lett. Na de ti, mint fiatalok, azok, akik most kezdenek egy kórházban dolgozni, nekik milyen lehetőségeik van? Nekik nehéz, nehezebb? Nehezebb egy kórházban dolgozni, mint a szüleinek volt? Értem. Pontosan nem tudom, de biztosan nehéz lett. Ez nem tudom igaz információ, de régen tudtunk dolgozni nagy városban, a kórházban. De azt hallottam, most nagyon nehéz jelentkezni ilyen nagyon nagy kórházban dolgozni, hanem ilyen vidéken pici, icipici kórházban tudtunk dolgozni, ezért nehéz lett. No, térjünk rá egy-két dologra, itt a családdal kapcsolatos viszonyotok, illetve a népesség. Ugye ez is egy nagy kérdésünk. Japánban mennyire tudtok ti arról, illetve a fiatalokat mennyire érinti az, hogy a különböző családmodellek, ha ilyet lehet mondani, azok a szülők, akik betegek, és a gyerekeknek kell ápolni, a fiataloknak kell ápolni őket, ugye ezeket az úgynevezett yangukeának hívják itt Japánban, hogy erről a helyzetről mi a véleményetek? Ez mennyiben fontos, vagy mennyire befolyásolja a japán fiatalok jövőjét? Olyan gyerekeknek ápolni kell, az miatt lehet, hogy nem tudnak, és nem lehet koncentrálni maga élet. A saját életére nem tud koncentrálni. Igen. A társadalom, ugye, nem segít ebben. Vagy mennyire segít? Szerintem napjainkban próbál, japán kormány próbál segíteni, de az a probléma, csak nehéz rájutni, hogy ki olyan nehéz helyzet alatt van. Nem derül ki, mert nem, ugye ezek a fiatalok nem merik mondani, vagy nem nagyon mondják. Szerintetek, vagy nektek, mit jelent a család fogalma? Ti milyen családot szeretnétek alapítani? Én szeretnék olyan családot alakítani, hogy mindig megbeszélünk, és sokat nevetünk. Mit jelent a család fogalma neked? Mi az, hogy család? Nem tudom, helyzet függő is. Én úgy gondolom, hogy általában család azt jelenti, hogy
Szüleim, a testvérem is, az is igaz, hogy barátom is ugyanúgy jelenlít, mert amikor én Magyarországon voltam, egy japán lányjal együtt laktam egy kollégium szobában, nem családom, mint a testvérem, szüleim, de ugyanúgy léptem nekem, mint a családom. Azért az is egyfajta család. Ha bizalom lenne a kapcsolatom vagy más emberrel, akkor az is ugyanúgy egy lét lenne, mint család. Nem teszel olyan szigorú határokat a között, hogy papíron ki a családod, hanem aki a te életedben egy fontos személy, a családtagodnak tekinted. Az is igaz, hogy Japánban nagyon-nagyon fontos a rokonság. Azért szerintem olyan emberek is vannak, ami csak bírrokonok jelent a család. Ha már ugye családnál tartunk, és a család alapításnál tartunk, akkor azt is megkérdezném, hogy ti hány éves korban szeretnétek családot alapítani, vagy egyáltalán szeretnétek-e családot? Én körülbelül 30-kor 30 évesen. szeretnék családot tartani, mert először 20 éves korban szeretnék dolgozni, és szeretnék élvezni az életet egyedül. És utána szeretnék építeni a családot, és gyereket is nevelni. Hány gyereket szeretnél? Legalább kettőt. Én is szeretnék házasítani. 30, kávé 30 évesen, és én is szeretnék gyereket nevelni. Egyet, kettőt, hármat? Mind a kettő jó. Mind a kettő, én hármat mondtam. Akkor ez még nincs így Igen. fix döntésed. És körülbelül 30 évesen, és nekem család nagyon fontos, mert mindig mellette áll és támogatja. Igen, amikor 20 éves kor akarok koncentrálni a munkára, és én is körülbelül 30 éves korul házasodni. Utána nem gondoltam olyan komolyan, csak más nem gondoltam. Másra még nem gondoltál. Most, hogy így tulajdonképp ez megint ugye egy sík, tehát mind a négyen azt lehet mondani, hogy ugyanazt mondjátok. Én arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek egy politikai döntés, tehát például a kormány, hogy milyen törvényt hoz, milyen döntéseket hoz, mennyire tudja befolyásolni Japánban a család alapítási kedvet. Ha Japánban is például lenne nagy volumenű támogatási hullám, akkor vajon ti, fiatalok, akkor nem azt mondanátok-e, hogy 30 évesen szeretnétek családot alapítani, hanem azt mondanátok mondjuk, hogy 25 évesen már családot szeretnétek alapítani. Mennyire befolyásol egy kormány döntés egy ilyen kérdést? Szerintem nem rögtön befolyásolnak minket a ilyen kormányi döntések. Persze mostanában a japán kormány egy törvényt döntött, ami csökkenési gyerekről gondolt valami törvény, azt nagyon-nagyon haladó dolgokat gondolt. De igazából nem, most nem közvetlen befolyásolnak ilyen törvény, de a jövőben esetleg befolyásolnak. Esetleg befolyásol. Aha. Igen. Szerintetek esetleg fogja ez befolyásolni Japánban? Azt hallottam, hogy régen ilyen törvény nincs, de mostan a gyerekeknek jobb, mint korábban. Szerintem mostani helyzet jobb, mint
korábban, de nem elég. Nem elég. Aha. Ez szerintetek megállítja a népesség csökkenést Japánban? Most is van a törvényi, de szerintem ez működik a házasodás után. Ezért most mindenki nehéz helyzetben párt talál, ezért ezt kell megoldani először, szerintem. Akkor először párt kell találni, családot kell alapítani, és akkor utána lehet természetesen ugye gyereket vállalni. Én ezt értem, csak itt nekem az a nagy kérdésem, hogy ugye most Japán, hát a világ első a népesség előregedésében, és hát ugye a népesség fogyás nagyon drasztikus. Ahhoz, hogy ezt meg tudja állítani Japán, több intézkedésre lenne szükség, illetve előbb kellett volna már intézkedni. Igen, szerintem kellett volna, erő kellett volna intézkedés. Ha már itt tartunk, hogy csökkenő népesség, akkor én megkérdezném, hogy szerintetek Japán számára lehet megoldás a bevándorlás? Én úgy gondolom, hogy egy megoldás az, hogy külföldiek jönnek dolgozni. Igen, egy nagyon sokat számít, szerintem. De szerintem Japánban szigorú szabály miatt kicsit nehéz a korhelyétől. Tehát most arról beszélünk, hogy ugye nem tudjuk megállítani már a népesség csökkenést, tehát akkor bevándorlással kellene segíteni Japánnak, de Japánban ugye sok a szabályozás, ami miatt nem tudnak jönni a külföldiek. Ez egy ellentmondás. Erről hogyan gondolkoztok? Körülbelül egy ember nagyon jól dolgozik Japánban. Én azt hallottam az anyukámtól, mert neki munkahelyben is van a talán-ázsiai más országtól jött az ember, és ők nagyon szorgalmasan dolgozik. De azt hallottam, ez is nagyon nehéz Japánban lakni, mert három év után kellett hazamenni, vagy ilyen törvény is van, ezért én is szeretnék változtatni ezt a törvényet. Nyitottak vagytok a bevándorlásra. Igen. Gondoljátok, hogy kell a bevándorlás Japánba? Szerintem igen. Igen, szükség van a munkaerőre. Akkor miért fél Japán a bevándorlástól? Japán nagyon biztonságos ország, ezért mindenki fél a más országról jön az ember. Talán mindenki fél kicsit, ezért nagyon nehéz. Jó, de hát most figyelj, mi a fontosabb, hogy biztonságos, Japán biztonságos ország, és eltűnik a népesség, mert ugye előregszik, vagy pedig beengedjük a külföldieket? Szerintem kell szükséges külföldi munkaerő. Itt sok az idős, és most csökken a munkaerő, úgyhogy ha nem jönnének a külföldiek dolgozni, akkor gazdaságilag nem jó, nem lenne jó. De most ugye, amit Naoko-san mondott, hogy Japán biztonságos ország. Egyébként ezt azért megkérdezem, hogy Japán tényleg biztonságos ország? Magyarország is biztonságos ország, nem? Szerintem biztonságos is, de zárt társadalom is, mert azért nem hozzászokik más külföldi ekkel együtt lakik, Ezt vagy... értem, ezt én értem, na de hát ezen kell változtatni, nem? Igen, persze, de most az, szerintem az, most az a probléma, hogy kell a külföldi munkaerő, de van ilyen vélemény Japánban, hogy kicsi félek a külföldiek, azért nem tudok egyet érdezni a mind a kettő véleménye, és nem tudok vagy döntést hozni a kormányban, vagy ilyen hivatalos helyekben, azért nem tudok körülvényt készít, és
Végül is akkor most megint oda jutunk ki, hogy ugye a kőfejűek, tehát az idősek eldöntik, hogy ne jöjjenek be a külföldiek, de ti, a fiatalok, vagy a 30 évesek, ők hogyan gondolkodnak? Ők szeretnék, hogy bejöjjenek a külföldiek? Vagy ők sem akarják igazán? 30 évesek. Uh-huh. Meg ti, a ti korosztályotok. Szintén fiatalok akarnak a stabil helyzetet, nem kicsit nehéz a új környezetet engedni, vagy csak először rendszert kell építeni a külföldi emberekkel együtt dolgozni. Ez például a nyelv probléma miatt kicsit nehéz a kommunikálni, lehet, hogy félre érteni a külföldi emberet. Azt mondod, hogy egy nyelvi kommunikáció, rendszert kell építeni, hogy hogyan lehet. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert ugye, ha az európai példát nézzük, ugye mondjuk Franciaországban is, ugye ez jelenleg egy igen nagy probléma, a bevándorlás kérdés, és Észak-Afrikából, Közel-Keletről ugye nagyon sok bevándorló érkezik, hogy hogyan kezeljék. Németországban is rengeteg bevándorló él, és ugye Németország is most már megváltoztatta a vízum rendszerét, sokkal könnyebb vízumot kapni, és Németország azt hangsúlyozza, hogy a gazdaságához igenis szüksége van a bevándorlókra, és ők befogadják a bevándorlókat. Itt nagyon sok kérdés van, tehát nem lehet azt mondani erre, hogy csak jó az, hogyha bevándorlót befogadunk, meg csak rossz. Csak én nekem az a kérdésem, vagy az, amit szeretnék tőletek kérdezni és hallani, hogy Japán vajon mit szeretne? Még mindig keresi az utat, még mindig vár, hogy majd meglátjuk, majd meglátjuk, majd meglátjuk, vagy pedig ti, mint fiatalok, mondjátok már azt, hogy igenis kell tenni most, mert különben már nagyon késő lesz. Igen, mi fiatalok, fiatal generációnak kell döntést hozni, mert mindig csak következő generáció fog csinálni. Így van. Tehát akkor mindig csak a következő generációnak kell valamit tenni, de a következő generáció sem tesz semmit. Nem féltek ettől ti, hogy amikor majd ti lesztek kőfejűek, amikor ti lesztek 70, meg 80, meg 90 évesek, akkor Japán az hol lesz? Mit fog csinálni? Ettől nem féltek? Igen, igazából félek. Igen, mert nagyon bizonytalan, és mi történik a jövőben, nem tudunk. Igen. Egyébként amikor Magyarországon voltatok ösztöndíjjal, akkor gondolom találkoztatok bevándorlókkal is Magyarországon, hiszen abban az időszakban Magyarországon ez az úgynevezett migránsozás, ez nagyon benne van ugye a köztudatban. Nektek milyen tapasztalataitok voltak? Én nem találkoztam, nincs tapasztalatom. Aha, te nem találkoztál. Én akkor nem is, tehát nem is láttál bevándorlót, akkor így lehet mondani. Én a Ukrajnából jött a diákokkal találkoztam, vagy Magyarországon kívül országról jött emberekkel találkoztam. Tehát akkor külföldiek. Milyen véleményed volt róluk? Féltél tőlük? Nem féltem, csak gondoltam nagyon érdekes, mert Japánban annyira nincs ilyen lehetőség, ilyen nincs. És én találkoztam ukrajnai diákkal, és ő nagyon szorgalmas, és nagyon szeretett beszélni magyarul is, ukrajnáról is. És ilyen kettő ország kapcsolatról volunteer. Igen, volunteer munkát csinált. Ez nagyon, nagyon, hogy mondják,
Hokorinyi a múlva, nem darab. Aha, tehát nagyon büszke. Ezt csak azért kérdezem, hogy ugye találkoztatok-e ti Magyarországon bevándorlókkal, mint ahogy Naoko-san is mondja, hogy ugye találkozott, és nem félt tőlük. Tehát meg kellene próbálni Japánnak is, hogy beengedni bevándorlókat, és nem félni tőlük. Mit gondoltok? Ha ugyanaz éveskor, vagy egyetemista, akkor nem félek, de valaki nem ismer ember, idősebb ember, akkor nagyon félek. Egyébként hogyan győznétek meg valakit arról, hogy Japánnak szüksége van a bevándorlásra? Szerintem fiatalok azért félnek a külföldi emberekkel, mert csak nem tudnak olyan ember, ezért nekem az fontos volt egy emberrel kapcsolatot építeni, és barátként sokat beszélgetünk, csak először csak bizonytalan a külföldi, de most néhány külföldi emberekkel ismerkedtem, ezért most szerintem megértettem, ezért az a tanács, először csak egy emberrel. Szerintetek mit tud tanulni Japán, a japán vezetés, a japán gondolkodás Magyarországtól, ha egyáltalán tud tanulni Magyarországtól? Vagy mi van olyan dolog még, amit szerintetek Japánnak el lehetne tanulni Magyarországtól? Először életritmus. Nagyon az lassan. Életritmus, igen. Japánban mindenki mindig sietni kell. És Magyarországon? Magyarországon mindenki. Lazán. És ez jó? Igen, nekem nagyon jó volt. És ráadásul nyitott gondolkodásmódszer. Először csak próbálunk engedni különböző emberek is vási kulturált szokást, ez a nagyon tetszett. Tehát akkor a magyarok, hogy ugye beengedik, nyitottak igen. A kultúrákkal szemben. Ez most azért érdekes, amit mondasz, mert ugye a mostani magyar politika pedig hát pont ez a bevándorlás ellenes politikát hirdeti, és ugye hát ti is azt mondjátok, hogy a magyar, az átlagember, tehát akikkel ti megismerkedtetek, azok pedig nagyon nyitottak voltak, tehát azok nem voltak bevándorlás ellenesek. Ez nagyon jó volt, mindenki nyitott, és szerintem mondhatja bármit szerintem. Ugye őszintén mondhatja. Szakisan is, én is karácsonykor mentem, én mentem magyar családomhoz, és ők mindenki olyan, mint én is családja vagyok. Ez is nagyon tetszik, és egy cukrásztában is találkoztam csodálatos emberekkel, ők is nagyon nyitott volt. Ez nem tudtam, nem tudok érteni Japánban, mert Japánban semmi ilyen volt, ezért... Na de, bocsáss meg, nem lehet az, hogy ugye a magyarok feléd voltak nyitottak, hiszen te japán vagy. Japánban viszont mondjuk egy külföldi, ha bemegy egy cukrászdába, akkor ott is nyitottak, nem? Szerintem nem vagy... Nincs ilyen bort. Nem. Japánban nem annyira nyitottak, mint amennyire veled voltak Magyarországon. Igen, nem nyitott, bácsi, csak pénzről gondol, ezért ez csak vendég. Ezért nem kínál semmi, csak... Ez érdekes, amit mondasz, mert ugye a magyarok meg épp azt mondják, amikor Japánba jönnek, hogy az üzletekben ugye a japán eladók mindig mosolygósak, kedvesek, és segítőkészek, és sokkal jobb, mint Magyarországon, ahol ugye hát egyáltalán nem ilyenek. Most te épp az ellenkezőjét mondod. Ez érdekes. Szerintem Japánban nagyon jó a vendégnek kiszolgálása, mert... De ez nem őszinte. Inkább felszínesen kedvesek, mert
Kedvesen. Kell Igen. kedvesnek lenni. Igen. Jó, de ez Magyarországon is így van, nem? Magyarországon? Ezt hogy ért? Ti hogy éltétek meg? Például szupermarketben. Például egy szupermarketben. Ja, Japánhoz képest nem voltak mosolygósok. Nem annyira mosolygók. Nem mosolyognak, igen, igen. Tehát azért mondom, hogy ez hogy ugye kinyitott, az már egy kapcsolat, ugye, amit Naoko-san mondott, hogy a család, elmentél a családhoz karácsonyra, hát mert az a család meghívott téged, ugye? De hogyha Japánban is meghív egy család, egy külföldit, akkor az a család az nagyon kedves, nem? Nagyon kedves lesz, de néha a idősebb ember annyira nem nyitott, zárkozott van a külföldi emberekkel, ezért néha nehéz lesz szerintem. Hát, de szerintem Magyarországon is a kőfejűek, az idősek, azok zárkózottabbak, nem? Nekem a barátomnak a családja nagyon-nagyon nyitott. Ők Nagyikanyizsában laknak, ezért nem Budapest, hanem Vidék, de nagyon nyitott volt, ezért nagyon örültem, és gondoltam, Európa ember nagyon nyitottak. Tehát jó volt akkor a tapasztalat. Így a beszélgetésünk zárásaképpen, most itt ugye azért sok mindent érintettünk, én sok mindent kérdeztem. Egy kicsit én nekem az volt a véleményem, hogy a ti személyes tapasztalatotok az nagy mértékben meghatározza a véleményeteket. Én nagyon-nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést mindannyiótoknak, és hogy tényleg így ennyi magyar tanulás után, hiszen hát 5 év, 4 év, azért az nagyon kevés, ha így nézzük, ilyen nehéz kérdésekre is megpróbáltatok válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, én szerintem a hallgatók is meg fogják érteni azt, hogy hát nem tökéletes a nyelvi tudás, de az, hogy ti a gondolataitokat, és amit éreztek, és szeretnétek átadni, ezt megfogalmaztátok, és átadtátok nekem, és hát így a podcasten keresztül ugye a hallgatóknak. Utoljára azt szeretném azért hozzátenni még, hogy én mindig megkérdezem a vendégektől, hogy milyen szín jut eszükbe, hogyha Japánra gondolnak. Ezt én most azért nem kérdezem meg, mert ugye ti négyen vagytok, és hát ez az adás így ilyen szempontból is különleges. Éppen ezért majd a fehéret fogom választani. Annyit szeretnék csak végső szóként mondani, hogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és nagyon örülök annak, hogy ti a magyar nyelvet választottátok az egyetemen, a magyar kultúrával foglalkoztatok, hiszen a továbbiakban nem ez lesz majd a munkátoknak a tartalma, hiszen, ahogy Naoko-san is mondta, az űrkutatással fog foglalkozni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy a munkája során, Naoko-san a munkád során lesz azért majd olyan, hogy esetleg eszedbe jut valami magyar dolog, valami magyar tudás, amit tudsz hasznosítani, és nem utolsó sorban a magyar nyelvnek a logikáját is akár fel tudod használni a további munkádban. Lehet, hogy túlzó ez a kívánság, de én mégis ezt kérem. Többieknek is nagyon-nagyon sok sikert még egyszer, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről.
Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!